Hello, hello. Na, előző videómban ígértem, hogy AMD és Nvidia kártyákról fogok beszélni. Igen, plusz szeretném még megmutatni még egyszer, hogy pontosan mit és hogyan kell beállítani a Claymore programban. Zikes bányászathoz többen is kérdeztétek, vagy jeleztétek, hogy szeretnétek, hogyha részletezném, mert hogy az előző videóban nagyon picik voltak a betűk, és nem úgy lehetett látni. Nos, ezen az új felbontáson ugye most jól látszanak a betűk, úgyhogy megmutatom még egyszer. Annak, aki nem tudja, aki tudja, az meg úgyse fogja ezt megnézni, mert mi a frásznak, hiszen ő keni vágja. De ezzel inkább a kezdőknek akarok segíteni. Bocs, öreg rúgák. Nos, először is keressük meg a Claymore-nak a Claymore. A Claymore. Claymore Zikes Mining. Ezt így beírom a keresőbe. Jó, nem odaírtam, de itt már itt van. És akkor kisegy a bittalk.org-ot, ahol ott is van a Claymore-nak a 11-es mining programja, amit vagy, a Google, vagy egy Google tárhelyről, vagy egy Megáról, én Megáról szoktam tölteni, ott lehet letölteni. Ránézzünk mindjárt, lehet, hogy van újabb is. De hát miért lenne, hogyha 11-11-es van, ki, 11-1-es van kiírva, ez most a legújabb, ebbe már több mindent lehet állítani. Jó, tehát a lényeg, hogy innen letöltjük, nem mutatom meg, hogy kell, azt csak le tudod tölteni. Így. Hát csak megmutatom. Na szóval rányomsz, letöltöd, kicsomagolod, stb. Cica. Szia, cica. Nos. Tehát lementjük, fáj mentése akárhova, mondjuk letöltésekbe. Várakozó zene? Igen. Meg is van. Kicsomagoljuk. Máshol letöltése... nem. Én most kimásolom az asztalra. Asztalon létrehozunk egy új mappát. Próbanéven, ahová beillesztem a programot. Így, meg is nyitottam. Megnézem, mit akar a macska. Vagyok. Ezt nem fogom kivágni. Lássátok, milyen problémák lépnek fel videózás közben. Bezavarnak a macskák, kutyák, mi egymás. Na, viccet félre, megyünk tovább. Tehát ez a kicsomagolt Claymore program, aminél semmit nem kell turkálni, csak a config txt fájlt kell megszerkeszteni. Ami ugyebár így néz ki, letöltés után. Ebbe kell bemásolnunk. Most fogjátok be a szemeteket, ne lessetek, jó? Ó, emelkedik a zikes, miért? Mert esik a BTC? Nem. Fölment a BTC. Mellékinformáció, Poloniexen. Ha ide mentek rá a Marketsnél a BTC-re, akkor azt látjátok, hogy az egyes, például mondjuk az ikesnek,
a BTC-hez viszonyított ára, tehát ennyi BTC-t ér a zikes. De itt van Ethereumhoz, XMR-hez mérten is, például az EK. És itt van, hogy USA dollár, ugye 43,7 USA dollár most a zikes, a BTC pedig 9,17. Ha újra fölmenne ezerre, vagy ezer valamennyire. De ma volt 8,99-en is, ha jól emlékszem. Nézzük csak, igen, itt valahol 8,95-re is leugrott. Méghozzá, nem, ez tegnap volt. Jó. Nem, itt van ma, mondom én. Ma egyszer fél kettő felé leesett 8,97-re, és akkor kellett volna eladnom a BTC-met, mert a BTC-nek a most nem változik az ára, ugye, dollárba, tehát ugyanez a 43 dolláron stagnál. Viszont a BTC-hez mért ára, tehát hogy mennyi BTC-t kapok az ekér, az attól függ, hogy hol áll a BTC. Tehát ha a BTC leesik nekem 895 dollárra, akkor veszek, akkor ugye akkor majdnem 50 dollárt ér a, vagyis 0,50-et ér a ZEG BTC-be. Így meg ugyebár, hogy fönn van 9,20 környékén, így csak 0,47 9-et ér. Jó, nem nagy különbség, de játszunk az árakkal, játszunk. Gyakorlunk, hogy majd, ha nagyba csináljuk. Meg a sok közekünk lesz, ami... Na, de értitek, mi a lényeg. Tehát, hogyha itt a BTC-hez viszonyított árát nézzük, és leesik, akkor eladunk, és itt veszünk, független attól, hogy a ZEK ára hol van, mivel az most folyamatosan itt van a 43 dollár környékén. Tehát azt, ha ide rámegyek, látjuk is, hogy itt igencsak stagnál. Itt kicsit leesett, de körülbelül ezen a 43 dolláron majd most már. Itt van egy-két fölle-fölle. 43-44, de különösebben nagy ugrás nem volt itt a napokban. Láthatjuk. Tehát most elég szépen beállt az eker a 43 dolláros árfolyamra. Tehát most, ha rövid távon akarunk kicsit nyerészkedni, akkor ezt tudjuk figyelni, hogy a BTC az most nagyon, hát nagyon mozog. Most naponta szokott mozogni ilyen 9-20, 8-90, és akkor olyankor érdemes, ha van eladni való pici zekünk, ugye mindegy, így is úgy is eladnánk, mert nekünk kell a pénz, akkor annyi, hogy megvárjuk, míg a BTC egy kicsit lejjebb esik, mondjuk 8-90-re, ott adjuk el, akkor amikor visszamegy 9-20-ra a BTC, akkor örülhetünk, hogy most már többet ér, mint amikor eladtuk. Jó. De pici tőzsdézés. Na, de teljesen mellékszálra mentem, úgyhogy hagyjuk is. Ott tartunk, hogy hogy állítjuk be a Claymore programunkat. Ugyebár a Poloniex-ről leszedjük a ZEC adresszünket itt a depozitnál. Ctrl-C-vel kimásolom. Átmegyek ugyebár a megnyitott TXT-be, ide beírom az én adresszemet, meg mondjuk beírom, hogy pont Fagyi Zoli, ugyebár ez lesz a rég név. Ide fölülre meg nem is kell variálni, mert ben van a variáljunk, mert itt az alapflypool.org cím van bent. De nekünk jó, egy nem megvan, akkor a itt már nem kell lennünk, beírjuk, hogy Flypool. Oké, be van keresve, ide jövünk. Itt megnézzük, hogy hol van Claymore miningshez. Szeretnénk a címet. És az SSL-es címet akarjuk, ugyanis SSL-nél akkor fél százalékkal kevesebb fee-t kell fizetnünk Claymore bácsina, vagy
Három tizeddel kevesebb, nem mindegy, lényegtelen, kevesebb fit kell fizetnünk Claymore-nak. Azt hiszem 1% helyett 0,75-öt. Tehát ezt az SSLS címet kimásoljuk innen. Látjuk, ez a sima flypoolos cím, és ez az SSLS. Ami egyben biztonságosabb is. Elméletileg. Na, szóval azt ide Ctrl-C után, most Ctrl-V-vel bemásolom, jó. Tehát egyszer megvan a flypoolnak a címe a minusz Z-pool mellett, a minusz Z-val mellett pedig a Poloniexről ide másolt zikes adresszünk van, utána egy pont, és ami nevet akarunk a rignek adni. Jó, Z-password lehet Z, X, vagy amit akartok. Általában alapból ez az jó lesz. Ami előtt ez a szövet van, jel, az automatán marad, vagy nem kerül alkalmazásra, de amint kiszedjük, a mínusz TT azt jelenti, hogy én 6-65-re szoktam rakni. Az azt jelenti, hogy a rendszer arra fog törekedni, hogy 65 fokunkkal tartsa a videókártyákat. Ezt az i8, ez a mínusz i, ez ugye a videókártyának a bányászási intenzitását állítja be. 8-as a legnagyobb. Ha nem vagy benne biztos, tehát kisebb kártyád van, mondjuk egy 460-as vagy valami, akkor ne állítsd 8-ra, hanem hagyd előtt ezt a jelet, vagy töröld ki, akkor automata lesz, és ő automatán beállítja az intenzitást. Például nekem van egy kisebb 1 GB-os kártyám, aminél, ha ez nincs beadva, akkor ugye ő kapásból kiírja, hogy 6-oson indítaná, de mivel nincs elég memória, ő inkább a 2-est állítja be neki, mert az a kártyámhoz való. De mivel én tudom, hogy az én kártyám bírja, meg jó neki, ezért 8-ast állítok be. Ez az Alpulse, az elméletét ismerem, de inkább most nem merülök bele. Ez a mínusz A2 és a mínusz ASM, ez az új állíthatósága a 11.1-es Claymore-ba. Kitörlöd, a mínusz A, szintén, hogyha 8-as intenzitású kártyád van, ami nagyobb, tehát egy 470-es, 480-as AMD, akkor nyugodtan rakhatod 2-esre, ha nem vagy benne biztos, rakd 0-ra, és akkor automata lesz. Vagy hagyd előtte a szövetjelet, és akkor szintén ASM-nél szintén 0-án hajtom. Jó. Ennyi, és akkor már csak annyi a dolgot, hogy elmentsd. És starttal indítsd. Csak most elindítottam, lehet, hogy be fog szaggatni a videó. Na mindegy, itt láthatjuk is, hogy 1 GB-os kártya, algoritmus 1, intenzitás 2, amire ő beállította magát, mivel hogy nincs elég memória. Ennyi, és már megy is a számítás. Jó, kikapcsolom, hogy nehogy beakadozzon a videó. Tehát ennyi a Claymore beállítása, nem több, nem kell itt vele szórakozni, mert mondták, hogy a startbadba mit kell beírni, semmit, semmit. Ja, ha ez előjön, ez a tűzfal beállítás, akkor természetesen rá kell nyomni, hogy elérés engedélyezése. Ha nem jön elő ez a tűzfal beállítás is, volt olyan, ezt azért elmondom, hogy volt olyan, hogy nem jött be a tűzfal beállítás, és össze-vissza szarakodott a program. Újraindítottam a gépet, megint elindítottam a programot, akkor már előjött ez a tűzfal beállítás, és utána gyönyörűen működött. Nem értem, hogy miért volt, általában ilyenkor indítás után mindjárt szokta ezt kérni, hogyha új programot indítunk el, tehát új Claymore töltünk le és indítjuk el, akkor ezt mindig meg szokta kérdezni. Ha mégse teszi, indítsd újra a gépet, és utána még egyszer indítsd el a Claymore-t. Jó! És akkor most jön az, hogy beszéljünk egy kicsit az NVIDIA-sokról is. Ugyanis ez a Claymore AMD-seknek való. Ott is van AMD GPU. Na, de nekünk nem ártana
Nvidia-s kártyával is megnézni. Van itt valami ajánlás? Windows, Nvidia. EVBF Miner. NiceHash High Miner. Nos, mi ezt a NiceHash-t fogjuk megnézni. Mert jelenleg úgy tudom, hogy bár nézzük csak meg, hogy Nvidia Zcash Miner mit ír így, ha keresek? Nice, pontosan Nicehash EQM Zcash Nvidia Optimized Miner. Tehát ez a program, ez kimondottan Nvidia kártyákra van kihegyezve. Azt ígéri nekünk, hogy egy 1070-es GTX-el 400 szólt, tehát 400 hash tud előállítani. Ami ugyebár nem piskóta. Hogy tudjuk letölteni? Ja, itt vannak. Nos, Windows verzión. Most lekütöltöm csak, hogy Windows 7 vagy nagyobb operációs rendszer. Jó. Mentés. Le is mentette. Kicsomagolom. Aha. Máshol. Asztal, próba, ide bemásolom ezt is. Lássuk, hogy ebben mi van. Na, ennek így néz ki a belseje. Mit kellene itten nekünk művelni ahhoz, hogy ez működjön? Start plusz ötöskép bat. Valószínűleg itt a batot kell szerkeszteni. Jobb klikkel rámentem szerkesztés. Így. Milyen BTC adressz? CPU tréd. Hát igen, itt de miért BTC? Future TXT. Hát ennyire nem vagyok Nvidia-s, de nem baj, nézzük meg együtt, ugye? Még egyszer visszanézek ide. Pedig ez Zcash Miner. Jó, hát akkor az a BTC az elírás benne vagy, vagy na, mindegy, lényegtelen. Aha! Aha! Szóval ez tud egyszerre processzort és GPU-t is. CPU plusz GPU mining, 4 core. GPU 0, 1, 2, 3, stb. És a GPU-k úgy vannak, hogyha egy kártyád van 0, 2-nél 1, 2, 3 és a többi. Tehát a 0, 1, 2, 3 az a 4 kártyás. Nekem lenne 0, 1, 2.
Érdekes, hogy hogy kéne ezt beállítani. Igen. Ha nem akarjuk, hogy több GPU-nk lenne, be lehet egyenként is adni a GPU-kat. EQM-H for help. GPU mining only. Ez a beállítás csak GPU-s számítás. Ennél a beállításnál pedig a processzort is használja, ami szerintem nem jó, mivel akkor a processzor is fogyaszt egy csomót, és annyit pedig nem fog hashelni, hogy megérje. Tehát nekünk ez a beállítás kell, amit most innen átviszek oda, és megnézzük, hogy hogy működik. Tehát meg van nyitva itt a... Nincs megnyitva. Jó. Akkor még egyszer ezt a startbatot megnyitom, szerkesztés. Így. A lokáció. Minusz T. Minusz U. BTC address worker name. Jó, tehát akkor ezt úgy kéne megadnunk, hogy lokáció közben azért. Jó. Tehát Poloniex. Hosszú kódunk. Zikes deposit. Ctrl C. Azt a másik txt-t bezárom. Tehát akkor ide a lokáció, nem, a your address helyére, a minusz U után bevágjuk az adresszünket, és ide egy worker nevet, ami legyen mondjuk Fagyi Zoli. Tehát a Claymore-ral ellentétben nem úgy van, hogy az adresszünk pont és a worker name, tehát a bányásznév, a rig név, hanem beírjuk a minusz U után az adresszünket, aztán lesz egy minusz W, ami után pedig a rignek a nevét adjuk be. A lokáció pedig, amit a flypool-ról fogunk most elszedni. Ugye ez a rész itt. Lehet, hogy itt van nice-es miner, igen. Itt írja is, igen, igen, így van, ahogy én mondtam. Nem tudom, mi ez az OD0. Na mindegy. A minusz L, ugye a lokáció után kell adni ezt. Az ikes flypool-orgot. De itt is működik, itt például úgy írja, hogy a mínusz után benn van a T1 blablabla, pont rig1 pont worker. Na mindegy, a program azt írja, hogy ne úgy, akkor nem úgy. Tehát ide a lokációhoz bevágjuk a... Ezt kitöröljük. Kitöröljük. Ja. Set location egyenlő EU, igen, EU-s szervert választottam.
Aha. Set CPU thread egyenlő 0. Akkor nincs CPU mining. De úgy látom. Ezt innen kiszedem. És akkor így vagyunk. És elméletileg ez sem kell. Jó, ennyi az egész, ezzel indítjuk a bányászatot, ez benne hagyom ezt a set CPU thread egyenlő nullát, hogy a CPU-val véletlenül is akarjon bányászni. Tehát elméletileg, ha ezt így beírjuk, akkor vagy ez a nulla, ez a trade, set CPU trade nulla. Aha, akkor ez is csak tájékoztató jelleg. Tehát ennyinek kell benne lennie így. EQM ugye azt jelenti, hogy ezt az EQM exit fogja indítani, és mögé a paraméterek, az EQM mögé, hogy minusz L, egy kihagyás, és akkor bejön ez az EU1 zikes flypool org 3333-as front, a minusz T nulla, tehát hogy a processzor ne működjön, ne számoljon. Bár éppen kipróbáltad, egyesre rakod, és akkor elkezd a processzor is számolni, megnézed, hogy mennyivel jársz jobban, de szerintem rosszabbul jársz, mert többet fog fogyasztani a rendszer. A minusz U után jön az address, tehát amit a Poloniex-ről, vagy egyéb más Exchange-ről másoltunk be, de mivel én Poloniex-es vagyok, ezért ezt is mutatom, hogy a Poloniex-ről másoltam be az adresszemet, és a minusz V, dupla V után pedig beírjuk a worker nevet, tehát a rignek a nevét, ez fog megjelenni a flypoolon ugye a cím után, bár az előbb látottakból elméletileg akkor is kéne működnie, hogyha ide pontot raknák és úgy írnám be, hogy fagyizol is, ezt így elhagynám. De meg kell próbálni így, vagy ponttal is úgy a rig nevet. Ezt elmentem, legyen meg. Jó. Elméletileg így működik. És ha most elindítom, kíváncsi vagyok, mit csinál. Lefagyik a gép? Nem, ennyi. Kilépett. Jó. Ha esetleg nem jól csináltam, és valaki tudja, hogy hogy kell jól csinálni, ez nyugodtan írja meg kommentbe. Elméletileg szerintem így kell. De mivel nincs Nvidia kártyám, nem tudom kipróbálni, nem tudom megmutatni, hogy jó vagy nem jó. De akinek van egy ilyen 970-es vagy egyéb kártyája, Nvidia, akkor az így kipróbálhatja. Vagy már lehet, hogy rég meg is tette. Jó, ennyi lett volna az Nvidia-s kártya zikes bányászatra, meg ugye a Claymore-nak a beállítása a 11.1-esé konkrétan. Na, akkor most már ennyi erről. Jó, hello.